Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök július 19-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! 10 év után ismét megújítják a nagy platánlom koronabiztosítását. Prágai útjuk végén adott koncertet Tatán a kispesti fúgós zenekar. A digitalizáció és a kor kihívásai is fontos témák voltak a konferencián. Minden hétfőn ingyenes edzésre várja az érdeklődőket a tatai edző. 3 napos munkafolyamat ér a végéhez, amely során a tóparti platánfa lombkoronáját biztosították a szakemberek. A beavatkozás során az elszáradt és fennakadt ágakat is eltávolították, továbbá gombásodás ellen kezelték a törzsben található odút is. 2010-11 után idén nyáron ismét nagy hangsúlyt kapott a tatai nagy platánfa korona ápolása. A korábban kihelyezett koronabiztosító elemeket ugyanis bizonyos időközönként cserélni kell, amely munkafolyamat 3 napon keresztül zajlott a helyszínen. A kötözők cserélése mellett pedig az elszáradt, valamint a korona részekben fennakadt ágak eltávolítása is szükséges és okszerű volt, emellett a fa közepén található odúval is összetett feladatuk volt a szakembereknek. Koronát ilyen idős fáknak rendszeresen ápolni kell és szükséges. Gyakorlatilag ugye mindenképpen fontos volt a koronabiztosító elemek cseréje miatt aktuálissá vált a koronának az ápolása, hiszen ezen koronabiztosító elemek, amelyek az extra terhelést viharok idején gyakorlatilag tartják a vázágak egymást, az esetleges hasadástól megmentvén a fát, így gyakorlatilag erre a gyártó 10 év garanciát vállal, és 2010-ben, illetve 2011-ben volt a ezen kötözőknek a kihelyezése, koronabiztosító elemeknek a kihelyezése, és ezért most egy menetben kicseréljük, illetve az idő múlásával, mint minden fánál az odusodás megjelenik, így gyakorlatilag az alsóbb részeken is, az alsó vázágakon is vannak odusodások, és ezen koronarészeket is szeretnénk biztosítani, így plusz koronabiztosító elemeket is kiteszünk, illetve természetes módon számos szárazág volt a fán, így gyakorlatilag, mivel egy rendszeresen látogatott fáról van szó, mind a városiak, mind pedig a gyakorlatilag a turisták szempontjából, egy közkedvelt fáról van szó, ezért mindenképpen szükséges és okszerű volt az elszáradt, illetve korona részben fennragadt ágaknak az eltávolítása. És a még érdekessége ennek a fának, ez egy nagyságrendel 240 éves fáról van szó, gyakorlatilag a főgyökere, amiből még kicsírázott fiatalkorában, az teljesen visszakorhat, visszódosodott, és a fa közepében egy teljes ember által is bebújható odúüreg, egy pici kis barlang található, aminek gyakorlatilag az ápolását is elvégezzük, az elhalt korhat részeket eltávolítjuk, és egy Biocera nevű biokészítménnyel lekezeljük, ami a további gombásodástól gyakorlatilag megvédi ezen elhalt, de statikailag szárszilárdító fa részeket. Ismét megtelt zenével az Eszterházi Kiskastély, azonban ez alkalommal nem helyi szervezésnek köszönhetően lépett fel zenekar. A kispesti Szatmár László Alafokú Művészeti Iskola egy tanulmányi út zárásaként látogatott Tatára, ahol a fúvós zenekar egy változatos repertoárral készült a művészet kedvelőknek. Még indulók is felcsendültek július hétfői napján az Angol Kertben, hiszen Tatára látogatott a kispesti Szatmári László Alapfokú Művészeti Iskola fúvózenekara. A csapat intenzív hétvégét zárt, hiszen a világjárvány előtti célkitűzéseket követve 2023-ban végre eljutottak Prágára a fiatal tehetségek. A növendékeknek természetesen akkor számít sikeresnek egy út, ha minél többször hangszert ragadhatnak, ami most a helyiek legnagyobb örömére az Eszterházi Kiskastély teraszán is meg történt, így egy széles repertoárt hallhattak a kultúra kedvelők a nyári délutánon. Fúvózenekarú most a hétvégén Prágán vett részt a 12. Prágai Művészeti Fesztiválnak a rendezvényén,
Ott adtunk vasárnap egy hangversenyt Tempeste, és hazafelé útban megbeszéltem az itteni zenekar vezetőjével, hogyha lehetséges, akkor nagyon szívesen muzsikálnánk egy tatán. Nagyon-nagyon jó volt. Pénteken indultunk, pénteken reggel, péntek este értünk oda. Tegnapi napon akkor város néztünk, egy nagyon kedves magyar nyelv idegenvezető hölgy volt a társunk. Tegnap délelőtt egy hajókiránduláson vettünk részt a Moldván, és akkor délután az esti rendezvényen pedig muzsikáltunk a zenekarral. 32-en muzsikáltunk most kint a hétvégén. A korosztály, ez pedig hát mint a zenéskolás korosztály, van benne 11-12 éves, 16-18-20 éves is, és a tanáraink is, akik oktatják a gyerekeket, ők is eljöttek velünk. Ez egy teljesen új csapat, ugye az előző években a pandémia azért megtépázta minden zenekart az országban, így a miénket is, nem is tudtunk próbálni, évelején kezdett ez a csapat összekovácsolódni, és most az év végére egy nagyon ütőképes kis banda lett, de remélem, hogy sikerül, lejön majd a koncertfelvételen is. Ugyanitt hagytuk abba a Covid előtt, úgy volt, hogy 2019-ben megyünk Prágába, és ő tavasszal közben jött a pandémia, ezért nem tudtunk elmenni, és akkor egy-két évet nem is tudtunk nagyon próbálni, az iskolákat is bezárták, nem lehetett csoportos órákat tartani, és akkor idén kezdtünk el próbálni, de közben a régi gárda az kiment, és egy teljesen új gárda, fiatalabb gárda a gyerekekből, és hát az első utunk, akkor úgy beszéltük, hogy ott hagytuk abba, akkor itt folytatjuk, hogy Prágába megyünk. 54. alkalommal hívta életre vándorgyűlését a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A kezdeményezés első alkalommal Tatán valósult meg. Most a vármegyében maradva Tatabánya adott otthont a többnapos találkozónak, ahol a körzet intézményei is hasznos információkkal gazdagodtak. A Magyar Könyvtárosok Országos Egyesülete 1969 óta évente hirdeti meg vándorgyűlését, amelynek első alkalmának Tata, idén pedig Tatabánya adott otthont. Az 54. rendezvény 4 napon keresztül szakmai tanácskozásokon 14 szekció foglalkozott a könyvtár legfontosabb aktuális témáival. A záró plenáris ülésen Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára is beszélt, mondott, amelyekben kifejtette, a könyvtáros szakma jó irányba halad, azonban a feladat rendkívül összetett. A hivatás képviselőinek egy kiemelt feladata van, megállítani azt a trendet, ami az olvasás elhagyását követi. Ezt követően a konferencián átadták a Fitz József könyvdíjakat is. Az innováció, a gondolkodás, a fenntartható fejlődés és a lagom szemlélet, ami ugye megjelent már a vándorgyűlésen, a lehető legkevesebb energiabefektetéssel, a lehető legtöbb eredményt elérni, az azt gondolom, hogy mind egytőről fakad, és ez az egytő, ez pedig a kreativitás, az innováció. És amikor mi létrehoztuk ezt az új minisztériumot, ami most már több mint egy éves, akkor nem véletlenül raktuk egymás mellé a kultúrát és az innovációt. Azt nem ígérem főosztályvezető úrnak, hogy a napi működésben is a lagom szemléletet fogjuk érvényesíteni a minisztériumban, de törekszünk rá, és kreatív innovációval biztos, hogy könnyebbé tudjuk tenni az életünket. Ez egyébként, most viccet félretéve, ez nagyon fontos, és a könyvtáros szakma kreativitása nagyon fontos, nagyon előremutató dolog, hiszen egy ekkora robusztos rendszer, mint a magyar könyvtári rendszer, egy ilyen hatalmas és kiterjedt rendszer, ilyen nagymértékű szürke állomány, amit ebben a teremben is helyet foglal, nagy feladatokra hivatott. És ez a nagy feladat, ez pedig szintén visszakanyarodok egy kicsit az életmódhoz és az önfejlesztéshez, ez pedig az, hogy minél inkább kiművelt gondolkodó, kritikai gondolkodásra képes a mindennapjaiban jól érvényesülő magyarokat neveljen ki, vagy legalábbis ehhez hozzájáruljon azzal, hogy azt a világtrendet, amit úgy lehetne összefoglalni, hogy a könyvek elhagyása, az olvasás elhagyása, azt megállítsa. Hát ez a feladat. Egyszerű. Könnyű, nem könnyű. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. De jók az irányok, és jók a számaink. Tehát én azt látom, hogy nagyon sok akár vármegyei könyvtár, de kisebb könyvtárakról is kapunk olyan jelzéseket, hogy a kölcsönzés számok már most a Covid előtti időszakot meghaladják, jók az eredmények, jók az innovációk, kölcsönző automaták vannak, ajánlórendszerek kezdenek működni, és azt gondolom, hogy jó az az irány, amerre tart
a könyvtáros szakma, bár nem lehet hátradőlni, mert a feladat az rendkívül összetett. Tatán változatos kezdeményezések várják azokat, akik nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges életmód fontosságára. Zöldi Tancer Éva immáron második éve tart térítésmentesen edzéseket, amelyre minden hétfőn nagy csapat érkezik a Cseke-tó árnyékos területére. A nyári meleg sem jelenthet kifogást, ha testmozgásról van szó. Tatán immáron második éve jelentkezik heti rendszerességgel ingyenes szabadtéri edzés, amely kezdeményezés sokak érdeklődését felkeltette. Bár a program már rendelkezik egy közel 20 fős maggal, minden alkalommal felbukkannak új arcok, akik lelkesen vágnak bele az egészségtudatos életmódba. Ez a kezdeményezés ez tavaly indult, jött egy ötletem, hogy ugye mivel a Covid miatt be voltunk zárva egy darabig, Így az emberek ugye egy kicsit beszorultak a szobába, és ugye jó idő van, itt ez a szép környezet, és gondoltam, hogy egy ilyen akciót meghirdetek, hogy ingyenesen órát tartok ugye az embereknek. Aki csatlakozni szeretne, az jöhet teljesen úgy, hogy a nulla szintről. Próbálom felügyelni az embereket, tehát azért látszik, hogy ki az, aki mozog, és ki az, aki nem, és próbálom úgy összeállítani a gyakorlatsorokat, hogy mindenkinek megfeleljen. Ugye, mivel nagyon sok éves tapasztalattal rendelkezem, így inkább arra a dologra megyek rá, hogy minden izomcsoportot megmozgassak. Tehát közben ugye azért meg is izzadunk. De ugye, mivel nagyon vegyes a korosztály, azért figyelek, hogy inkább ilyen kardiós legyen a mozgás. Inkább egyéni. Azért párba bonyolultabb lenne a dolog. Hogyha kevesebben vagyunk, akkor szoktuk használni itt a lépcsőt, vagy a padokat. Annak, aminek nem nagyon örülnek a lányok, de egyénre szabott teljesen a feladat. Sokan vagyunk. Most már volt úgy 2 hete, hogy majdnem 30-at is elérte a létszám, és egyre többen. Mert reménykedem, hogy tudok segíteni így az embereknek. Hogyha valaki csatlakozni szeretne, akkor minden hétfőn, egészen én szeptember végéig tervezem, amíg jó idő van. Hétfőn este 7 órától 8 óráig itt vagyunk a Cseke-tónál. Szerdán és pénteken pedig hát vagy a vízen a platánnál a pontonon, vagy pedig, hogyha rossz idő van, akkor a Talentum gimnáziumban. A hétfő esti edzéseken a jó hangulata, a pörgő zene és az izzasztó feladatok garantáltak, mindezt egy kiváló csapat és remek edző kíséretében. A Tatai Járási Hivatal Illetékességi területén 2023. július hónapban mobilizált ügyfélszolgálat működik. A kormányablak busz ügyintézői az előre meghirdetett napokon és helyszíneken ügyfélfogadási időben várják az érdeklődőket, okmányirodai, így személyigazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu és diákigazolvány, valamint kormányablakban indítható ügyekben. A buszban a díjak illetékek kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított. Idén már 4. alkalommal lesz helyszíne a balatoni koncertek mellett Tata és az Öregtó partja az ingyenes klasszikus zenei fesztiválnak. A Klasszaparton kezdeményezés részeként először Lakatos György fagott művész és tanítványa ad ingyenes koncertet a kastélytéren. A programot rossz idő esetén a Piarista rendházban tartják meg. Következzenek csütörtök esti híreink, még egyszer röviden. 10 év után ismét megújítják a nagy platánlom koronabiztosítását. Prágai útjuk végén adott koncertet Tatán a kispesti fúvós zenekar. A digitalizáció és a kor kihívásai is fontos témák voltak a konferencián. Minden hétfőn ingyenes edzésre várja az érdeklődőket a tatai edző. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök július 19-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!